Épületenergetikai fejlesztés 126 millió forintból új nyílászárókat és külső hőszigetelést kapott a Nyíregyházi Népegészségügyi Főosztály épülete, valamint napelemek is kerültek a tetőre. Szintlépés, tudományos és technológiai parkká válhat a Mátészalkai Ipari Park. Kezdődik a gyümölcsösök összeírása. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 226 településének 6488 gazdasága vesz részt a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvételében. ₹126 millió forintból valósult meg a Nyíregyházi Népegészségügyi Főosztály épületének energetikai fejlesztése. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A tavaly elkezdett beruházás során az épület új nyílászárókat és külső hőszigetelést kapott, valamint napelemek is kerültek a tetőre. A most befejezett fejlesztés a 21. kormányhivatali épület a megyében, amely már nagyobb energiahatékonysággal tudja fogadni az ügyfeleket. Így néz ki most a felújított népegészségügyi főosztály épülete. A Szabolcs-Szentmihályi-Bereg megyei kormányhivatal kiemelten ügyel arra, hogy a vagyonkezelésében álló épületek komfortosak legyenek és energetikailag hatékonyan működjenek. Ezért a megyében lévő 21 épületét folyamatosan újította fel. Összesen több mint 1,7 milliárd forintot nyertünk el a megyei kormányhivatal vagyonkezelésében lévő ingatlanoknak az energetikai fejlesztésére. Ez a gyakorlatban 29 épületet jelent, amelynek egy része Nyíregyházán található, egy másik része pedig a megye különböző pontjain. Az első ütem az már lezárult, ezek a beruházások megvalósultak, és most vagyunk a második ütemben, amely az utolsó 8 olyan épületünket tartalmazza, amelyet összességében egy 600 millió forint értékben meg tudunk újítani. A kormányhivatal 10 nyíregyházi épületéből legutóbb a népegészségügyi főosztály újult meg. Az energetikai beruházás 126 millió forintból valósult meg, és 2016. augusztus közepén kezdődött. Az épületnek a teljes szigetelését oldották meg, fenkolcserék történtek, a radiátoroknak szelepcserék, ugyanakkor megoldották például a nyílászáróknak is a teljes cseréjét, hiszen láthatjuk, hogy a főépületen az összes ablak és az ajtó cserélve lett. Nem beszélve róla, kaptunk például árnyékolás technikát is, így felkerültek szalagfüggönyök az irodákba, és örülünk annak, hogy a kormányhivatal nem csak ezeket a kötelességeit teljesítette, hanem kérésünkre festés volt, tisztítófestés, parkettázás, és a beruházásokat ezzel kiszélesítették. Azonban nem csak a kormányhivatal épületei újulnak meg sorra, Nyíregyháza is nagy hangsúlyt fektet az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére. Nagyon fontos az, hogy egy folyamatról beszélhetünk, hiszen Nyíregyházán az egészségügyi alapellátás területén az elmúlt 4 évben több mint 900 millió forint fejlesztést valósítottunk meg. Hát ennek emblematikus eleme a kisasztéka helyépülete, de messze nem csak erről van szó, hiszen nagyon sok rendelő megújult, és voltak kisebb-nagyobb felújítások ezen kívül is. És ahogy a kérdésben is benne rejlett, ez egy folyamat. Jelenleg is több projektet készítünk elő, több mint 400 millió forint értékben. A teljes igénye nélkül sornék fel néhányat. A Fenyő utcán, a Csillag utcán, a Bokréta utcán szeretnénk egészségügyi centrumot a hajléktalanok számára kialakítani. Tehát nagyon komoly terveink vannak, és szeretnénk, hogy ez a folyamat nem állna meg. Ez nem csak az egészségügyben dolgozók számára fontos, a betegek is sokkal komfortosabb és hatékonyabban működő épületbe tudnak belépni. A közegészségügynek, az egészségmegőrzésnek és fejlesztésnek kiemelt szerepe van a térségben. Az egészségügyi intézetek sorozatban fejlődnek itt Nyíregyházán is. Közel 1 milliárdos beruházáson vagyunk túl, hogyha a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét nézzük, akkor már a 2 milliárd felé járunk, és ez még csak az első üteme, jön a második ütem, és óriási dolog az, hogy az egészségügy ugye egy kiemelt területünk, kultúra, szociális terület, családoktatás, sport és gazdaság területe mellett különösen kiemelten kell kezeljük ezt a területet, hiszen mindenki érint. A felújított népegészségügyi főosztály épületének ünnepélyes szalagátvágásán az is elhangzott. A fejlesztések hatására sokkal olcsóbb lesz ennek és a már felújított kormányhivatali épületeknek az üzemeltetése és fenntartása.
Tudományos és technológiai ipari parkká válhat a Máté Szalkai Ipari Park. A cím elnyerése érdekében együttműködési megállapodást írt alá a település önkormányzata az ipari park vezető optikai cégeinek képviselőivel. Magyarországon jelenleg 12 tudományos és technológiai park létezik, további 10 pedig az előkészítés fázisában van. A cím a település, a térség és a helyi vállalatok versenyképességét javíthatja, valamint új munkahelyeket is teremthet. Magyarországon 2013 óta létezik a tudományos és technológiai park kategória. Ez az ipari parknak egy 21. századi innovatív üzleti modell alapján továbbfejlesztett változata. A különbség elsősorban a vállalatok kutatás fejlesztésében és a hozzáadott értékben tükröződik. 2017 végére 12 tudományos és technológiai parkot alakítottak ki Magyarországon, illetve további 10 előkészítés alatt van. Most a Máté Szalkai Ipari Park is szeretné elnyerni a címet. Ennek érdekében együttműködési megállapodást írt alá a település önkormányzata a helyi ipari park vezető optikai cégeinek a képviselőivel. Ez nyugaton és külföldön ismert Science and Technology Park, tehát ez egy abszolút bevett modellje a modern gazdaságfejlesztésnek, és amikor egy befektető külföldi partner azzal találkozik, hogy az önkormányzat ajánlata a Science Park, akkor pontosan fogja tudni, hogy mi az, amivel találkozik, mire számíthat. Nem egy sok százas listában iparterületek és felépítmények közül kell választania, hanem tudja, hogy milyen szolgáltatásokat fog elérni, ott milyen vállalatokat fog találni, ők milyen hozzáadott értéket képviselnek, és akkor a saját tevékenységét is így tudja megtervezni, kutatásfejlesztés, technológiai fejlesztést fog akkor idehozni Máté Szalkára. A Tudományos és Technológiai Park cím a helyi vállalatok versenyképességének javításához is jelentősen hozzájárul. Ezáltal nem csak az új munkahelyek teremtése, hanem a meglévő munkahelyek versenyképességtétele is szempont. Ezáltal nem csupán a dolgozóknak a hatékonyságát kihasználva, hanem az a területi adottságok a hatékonyságát, lehetőségeit kihasználva is kedvező árakat, versenyképesebb gyártást tudunk biztosítani. A város és a térség gazdaságfejlesztése szempontjából is kiemelkedő lehetőség, hogy a helyi ipari park tudományos és technológiai park címet kaphat. Ezt Máté Szalka polgármester mondta. Hanusi Péter hozzátette, a minősítés nem csupán egy üres címet akar, hanem az a társadalom minden szegmensére hatással lehet. A foglalkoztatás megnövekedésétől kezdve azoknak a szakembereknek a Máté Szalkán és környékén való tartásáig, akik jelenleg fiatalok éppen végeznek, és gyakorlatilag magasabb szinten szeretnék munkájukat elvégezni, kiváló lehetőség számukra. Annál is inkább, mert a tudományos technológiai ipari parkokra a későbbiekben információink szerint külön pályázatot ír ki majd a kormány, és kutatásfejlesztésben azok a cégek, akik csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, nagyon sokat léphetnek előre, és természetesen ez egy nagyon jó lehetőséget ad azoknak a fiatal szakembereknek, akik kutatásfejlesztés területén képzelik el az életük további alakulását. Hanusi Péter azt is elmondta, a Tudományos és Technológiai Park cím mindezeken túl keretet is ad a Máté Szalkai Önkormányzat és az ipari parkban működő vállalkozások évek óta sikeres együttműködéséhez. Szabolcs-Szatmár Bereg megye 226 településének 6488 gazdasága vesz részt a február 14-én kezdődő gyümölcsös ültetvények összeírásában. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele 9 gyümölcsfajra terjed ki. Az összeírásban azokat a gazdálkodókat kérdezik meg, akik 2017-ben területalapú támogatást igényeltek. Szabolcs-Szatmár Bereg megye az ország legjelentősebb gyümölcstermesztő vidéke, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal eddigi felméréseinek adataiból. Az ország dió és megy ültetvényeinek egyaránt 47, míg az alma ültetvényeknek a 77%-a található a megyében. A KSH idén februárban 2001 óta először ismét gyümölcsös ültetvény összeírást végez. Ennek célja, hogy információval szolgáljon a hazai gyümölcsös ágazat döntéshozói, gazdálkodói számára a gyümölcsös területek gazdasági lehetőségeiről és a kapcsolódó gazdálkodás fő jellemzőiről. Az adatgyűjtést egy Európai Uniós rendelet írja elő, így az összeírásban megkérdezett gazdaságok számára a válaszadás kötelező.
Az adatfelvétel az kettő szakaszból áll. Február 14-én indulunk az önkitöltés időszakában. Valamennyi érintettnek, nagyjából országosan 15 000 gazdaságnak lehetősége van arra, hogy interneten töltse ki a kérdőívet. Ezt az emzo.ksh.hu oldalon tehetik meg. Február 14 és február 28-a között van erre lehetőség. Az országban egyébként 15 000 gazdaság 37 000 ültetvényével érintett az összeírásban. Aki nem él az önkitöltés lehetőségével, őket összeíró fogja majd felkeresni március 1 és április 16-a között. Az országban közel 500 összeíró fogja majd járni a vidéket, és elektronikus eszközökkel, tabletekkel hajtják végre az összeírást. Az adatfelvétel 9 hazai gyümölcsfajra terjed ki. Ezek az alma, a bodza, a cseresznye, a dió, a kajszi, a körte, a megy, az őszi barack és a szilva. A 9 gyümölcs együttes termőterülete az ország gyümölcsös ültetvény területének 95%-át teszi ki. A megye 229 településéből 226 érintett az adatfelvételben. Abszolút első helyen áll Szabolcs-Szatmár-Bereg megye akkor, amikor gyümölcsös ültetvényekről beszélünk, hiszen a megye gyümölcsös ültetvény területe az 30 ezer hektár, ez az ország gyümölcsös területének a harmadát jelenti, ilyen nagy terület nincs más megyében. A megyén belül is a mezőgazdasági terület hasznosítását tekintve kiemelkedő súlyú ez a terület, hiszen az összes mezőgazdasági területnek közel 10%-át a gyümölcsös terület adja. Ezek az adatok természetesen a felvétel kapcsán is visszaköszönnek, hiszen a 490 összeíróból 178 összeíró Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fog dolgozni. Az adatfelvétel során a kérdőívben választ kell majd adni a gazdálkodónak az életkorára, nemére, iskolai végzettségére, de az általános kérdések mellett a kérdőív kitér majd a gazdasági tárolókapacitásra, a termés hasznosításának módjára, valamint a gazdálkodó jövőbeni gyümölcstelepítési terveire is. Az önkormányzatiság leépítésének terveiről és az ehhez kapcsolódó problémák megoldásáról tartott sajtótájékoztatót a Jobbik. Kéz Géza, a párt országgyűlési képviselő jelöltje elmondta, a 6-os számú választókerületben 33 településből 29-ben 5000-nél kevesebben laknak, a 2000-nél kevesebb lakosú települések száma pedig 20. A politikus kiemelte, Nyírbátor, Nagykálló, Újfehértó és Balkány kivételével minden települést érintene a kormánynak az a terve, hogy megszünteti az önkormányzatiság rendszerét, így országosan 3000 településből összesen 300-ban maradna meg a jelenlegi rendszer. A Jobbik szerint ez negatív irányú változás lenne, ezért a párt a kis települések megmentését stratégiai fontosságú célként tűzte ki. Mindenképpen szeretnénk az önkormányzatok jogköreit szélesíteni. Ez egy fontos dolog. Szeretnénk azokat a bürokratikus terheket, amelyeket úgy érezzük, hogy sok esetben feleslegesen rónak ki az önkormányzatokra, ezeket lecsökkenteni, illetve lehetőleg megszüntetni. Az iskolák fejlesztésével, az oktatás színvonalának növelésével vonzóbbá tenni a szülők, gyermekek számára ezeket a településeket, illetve olyan célzott állami programokkal, amelyek vállalkozások megvalósulását serkentik ezekben a településekben, ilyeneket szeretnénk elindítani. Csütörtökön ismét a művészasztalhoz várták az irodalom barátokat. A vendég ezúttal Tompa Andrea író főszerkesztő volt. Az esten részletek hangzottak el a 2017-ben megjelent Omerta című regényből a Móri Zsigmond Színház művészeinek előadásában. Tompa Andrea, a Színház című folyóirat főszerkesztője, a Bábes-Bolyai Egyetem tanára. Első regénye 2010-ben jelent meg. Az Omerta, a hallgatások könyve a 2017-es év egyik legsikeresebb regénye. A mű Erdélyben játszódik az 50-es években. Az író izgalmas kérdésekre keresi a választ, hogyan lehet valaki sikeres egy diktatúrában, milyen belső világuk kell, hogy legyen, hogy azt túléljék, milyenek azok az emberek, akiket a diktatúra meggyötör. A mű négy ember összefonódó és szétváló sorsát követi végig. Egy széki asszony, egy kolozsvári lány, egy szerzetes nő és egy rózsanemesítő férfi szólal meg a könyvben. A szereplők az 50-es évek Kolozsvárján a diktatúra kiszámíthatatlan fordulatainak kiszolgálva élik hétköznapjaikat. Azt mondom, hogy nagyon keveset tudunk az 50-es évekről, valahogy nagyon torz képünk van róla, ilyen
fekete-fehér, tehát egy drámai korszaknak látjuk, nem, és éppen ezért nem ismerjük azt, hogy mi történik egy diktatúrában, hogyan jön létre a robbanás, hogyan jön létre az a pillanat, amikor addig feszülnek az idegek, amik felrobban. Ugye ez történik Magyarországon 56-ban. Az én történetem Erdélyben van, ahol 56-ban nem nagyon történik semmi, utána viszont egy elég súlyos megtorlást. A művész asztal estjén, amelyet Karádi Zsolt moderált, ezúttal is a Móricz Zsigmond Színház színészei és táncosai közreműködtek. Kosik Anita, Dézsi Darinka és Rák Zoltán részleteket olvastak fel a regényből, Olajos Gábor gitáron kísérte az elhangzó dalokat. Pontosan olyan precizitással, gondossággal, próbákkal, több próbával készülünk erre az egyetlen estére, és egyetlen előadásra állunk össze velük, és ez tiszteletre méltó, le a kalappal, hogy még egyszer ismétlem önmagam, egy alkalomért is beletesznek mindent, szívüket, lelküket, szó szerint, akármilyen közhelyesen is hangzik, zene, tánc, prózaszöveg, színészi alakítással, hát egy ilyen összművészeti performance jön létre. A művészasztalhoz legközelebb áprilisban várják az irodalombarátokat. Az est vendége Dragomán György író lesz majd. Fővárosi túrával hangol a jövő heti HEP Kupa döntőre a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B 18. fordulójában a tabella harmadik helyén álló kék cápák a tizedik helyezett Budapest Honvéd otthonában lépnek pályára. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Dózsa György úti csarnokban. A HEP Kupát is számítva a hat meccses idegenbeli sorozatának második állomására utazik a Nyíregyháza Blue Sharks. A budapesti honvédot össze hazai pályán 23 ponttal verték a cápák, akik 12 győzelemmel és 5 vereséggel a harmadik helyen állnak az NB1B piros csoportjában. A fővárosiak eddig 6 győzelem mellett 11 vereséget szenvedtek, így jelenleg a tizedikek a tabellán. A papírforma így mindenképpen a vendégek mellett szól. A papírforma az ugye, az csak egy dolog, azt mindig érvényesíteni is kell, és a Honvéd azért az utóbbi időben nyer mérkőzéseket, egyre jobban játszanak. Ugye az első szakasz eredménytelenségének talán oka volt az is, hogy sokáig nem tudtak hazai pályán játszani a felújítás miatt. Ez a felújítás a héten elkészült, szerdán a Hódmezővásárhely ellen már hazai pályán játszottak, ahol győzni is tudtak. Úgyhogy most jön a szombati mérkőzés, ahol a második hazai, igazi hazai mérkőzésük lesz, de természetesen mi azért győzni szeretnénk, nem kérdés, hogy győzelmi céllal utazunk Budapestre. A legutóbbi meccsen Győrben 34 ponttal nyert a Blue Sharks. Czura Attila 11 ponttal vette ki részét a sikerből, amelyhez minden játékos hozzátette a magáét. Jó formában vagyunk, és jó hangulatban is fogunk utazni. A Honvéd csapatát egy kicsit kellemetlenebb csapatnak tartom, mint a Győr. Ők sokkal harcolósabb, sokkal jobban harcolnak, keményebben játszanak, mint a Győr. Ennek ellenére szerintem nem csak én, hanem az egész csapat úgy utazik oda, hogy nyernünk kell. A HEP Kupa döntő előtt az is fontos, hogy minden játékos egészségesen fejezze be a fővárosi mérkőzést. A szakmai igazgató szerint csak a játékra koncentrálnak majd a Dózsa György úti csarnokban. Úgy gondolom, hogy jól állunk, és úgy érzem, hogy a játékosoknak az önbizalmuk is a helyén van, de úgy gondolom, hogy az elmúlt mérkőzések erre föl is jogosítják őket, viszont mi a sérüléssel nem nagyon szoktunk foglalkozni, és nem nagyon figyelek rá. Úgy gondolom, hogy az a sportban mindig ott van, és nem kell, hogy a fejekben benne legyenek. Úgy gondolom, hogy szépen kemény játékkal meg fogjuk tudni nyerni ezt a találkozót, bár nagyon nehéz lesz, hiszen a Honvéd egy nagyon úgymond erőszakos játékot játszik. Ha ehhez párosul esetleg néhány játékvezető, aki azt engedi is, akkor közel kerülhet akár néha a durvasághoz is, de remélem, hogy el fogjuk tudni dönteni a találkozót úgy, hogy nem kerülünk majd ilyen veszélybe. A 18. fordulóból már egy meccset lejátszottak, azon a listavezető Oroszlány 80-77-re nyert Pécsen. A budapesti Honvéd Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés mellett Veszprém Nagykőrös, Vasas Tehetséges Fiatalok, MEAFS MTK Török Bálint, Bonyhád Vásárhelyi Kosársuli és Békés Győr találkozókat láthatnak a szurkolók.
Két győzelem és egy vereség a nyíregyházi kosársuli idei mérlege. Az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportjában szereplő NKS a tabella harmadik helyén várja a folytatást. Farkasinszky Gyuláné együttese szombaton Debrecenben lép pályára. Három meccset játszott ebben az évben a nyíregyházi kosársuli, és a két győzelem, egy vereség kifejezetten jó mérlegnek mondható ahhoz képest, hogy számos nehézséggel kell megküzdeni a csapatnak. Farkasinszky Orsolyát anyai örömök, Pap Klaudiát kézközépcsonttörés miatt veszített el az NKS, és Fischer Alexandra Csenge is távozott Farkasinszky Gyuláné együttesétől. Így a korábban is alacsony átlagéletkorú csapat tovább fiatalodott. Maradt két olyan játékosunk az előző csapatból, akiknek most ugye húzni kellene a fiatalokkal ezt a szekeret, ami nem egyszerű. Tehát ugye van a Takács Anna, a maga komoly, ki is kell számolnom gyorsan, 19 éves körülbelül, meg a Fekete Dóra maga komoly 21 évével. Tehát ezzel vagyunk ott, hogy nekünk ezzel kellene fölvennünk a versenyt. Az összes többi azért 17-16 éves lánykák vannak. Sajnos ugye itt már az is nagy gond volt, hogy amikor a Csenge itt hagyta a csapatot, tehát akkor ő nem tudta ezt a rendszert vállalni, ami nálunk történt. Aztán jött a Diának a sérülése, és innentől kezdve ugye ez behatárolta a mi szereplésünket maximálisan, az egészen más felfogásba kellett. Olyan embereknek kellett volna előlépni, húzó emberek ki, akiknek ugye eddig ez nem igazán kellett megtenniük. Ugye hiába volt az, hogy utánpótlásban ő volt az, aki a kulcs szerepet töltötte be, de egy egészen más közeg, egészen más bajnokság. A nyíregyházi kosársuli a csatadíjese és a TFS-e mögött 7 győzelemmel és 5 vereséggel a harmadik helyen áll az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportjában, amelyben meglehetősen sűrű a középmezőny. A középmezőnyben fogunk tudni maradni, ugye szerencsére az évelei aránylag jó szereplésünknek. Tehát azt jelenti, hogy itt a 4-5-6. Hely valamelyikét tudjuk megszerezni, attól függően, hogy a következő 4 mérkőzésünkből tudunk egyáltalán mérkőzést nyerni vagy sem. Ha legalább egyet nyerünk, akkor szerintem meg fogunk tudni maradni a 4. helyen. Ha nem, akkor valószínűleg lecsúszunk az 5. helyre. Talán az, hogy a 6. helyre csúszunk, az talán nem fordulhat elő. Hogyha a 4-ből 2-t nyerünk, akkor is csak a 4. helyen tudunk maradni. Mert hogy a Kecskemét elleni eredményünk az rosszabb lesz, és így, de azt mondom, hogy még a végén azért még össze-vissza egyik-másik csapat azért úgy keverheti a lapokat, hogy abból bármi kijöhet. Innentől kezdve megpróbáljuk a középszakaszt, hogyha a két lány már hadra fogható, ha megpróbálunk a középszakaszban lehető legjobb eredményt elérni, hogy legalább ugye azt a bizonyos 10.-11. helyet akkor meg tudjuk szerezni majd. Az NKS legközelebb szombaton Debrecenben a Deasz Díjesi otthonában lép pályára, majd egy héttel később hazai környezetben az Illovas csatadíjesét fogadja Farkasinszky Gyuláné együttese. A második fordulót is sikerrel vette Fucsovics Márton a 64.000 euró összdíjazású budapesti ATP Challenger versenyen. Az első helyen kiemelt nyíregyházi teniszező a lengyel Hurkacot verte 6-7-6-3-6-4-re. Fucsovics a következő körben a világranglista 557. helyén álló német Kravietz ellen lép pályára. Fucsovicsot a győztes mérkőzést követően tortával köszöntötték 26. születésnapja alkalmából. Mindig egy nagy élmény itthon játszani, ugye egész évben külföldön játszok, minden héten más országban van verseny. Nagyon örülök, hogy ki tudott jönni a családom, anyasszonyom, barátaim és többi szurkoló ki tudott jönni és szurkolni nekem. A nehéz pillanatokon rengeteget segítettek. Az ellenfelem nagyon jól felszabadultan játszott, igazából neki nem volt veszíteni valója. Agresszívan játszott, szinte minden bejött neki. Én az első szedben annyira nem éreztem a labdát. Nem szerváltam annyira jól, inkább ő irányított, majd a második szettől próbáltam inkább hibára kényszeríteni, és sikerült. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 126 millió forintból valósult meg a nyíregyházi népegészségügyi főosztály épületének energetikai fejlesztése. A tavaly elkezdett beruházás során az épület új nyílászárókat és külső hőszigetelést kapott, valamint napelemek is kerültek a tetőre. A most befejezett fejlesztés a 21. kormányhivatali épület a megyében, amely már nagyobb energiahatékonysággal tudja fogadni az ügyfeleket. Tudományos és technológiai parkká válhat a Mátészalkai Ipari Park. A cím elnyerése érdekében együttműködési megállapodást írt alá a település önkormányzata az ipari park vezető optikai cégeinek képviselőivel. Magyarországon jelenleg 12 tudományos és technológiai park létezik,
további 10 pedig az előkészítés fázisában van. A cím a település, a térség és a helyi vállalatok versenyképességét javíthatja, valamint új munkahelyeket is teremthet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 226 településének 6488 gazdasága vesz részt a február 14-én kezdődő gyümölcsös ültetvények összeírásában. A Központi Statisztikai Hivatal adatfelvétele 9 gyümölcsfajra terjed ki. Az összeírásban azokat a gazdálkodókat kérdezik meg, akik 2017-ben területalapú támogatást igényeltek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 9-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik holnapunkon is, munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap már napos időszakok is várhatók. A Kárpát-medencét szombat estig nem érik el légköri frontok, nem túl nedves, továbbra is hideg levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjeli órákban még többnyire erősen felhős lesz az ég. Helyenként gyenge havazás, hószálingozás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában -3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap délelőtt felszakadozik a felhőzet, és bár napközben is sok lesz a felhő, hosszabb, rövidebb időszakokra a nap is kisüt. Csapadékra nem kell számítani. Az északi szél gyenge, vagy mérsékelt marad. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. Vasárnap gyengén és közepesen felhős területek, illetve időszakok egyaránt lesznek. Csapadék nem valószínű. A jövő hét elején és közepén is változékony időre van kilátás, gyakran lesz erősen felhős az ég, és kedden szorványosan, szerdán pedig több helyütt is számítani lehet havazásra, havas esőre. A fagyos éjszakák után nappal 3-5 fokig melegszik a levegő.